Köszönöm, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Szinte én szégyellem magam az előterjesztő helyett, amikor az előttünk fekvő 5128-as törvényjavaslat szóba kerül az országgyűlésben. A címe alapján azt gondolhatnánk, hogy komoly törvényhozói munka folyik, és olyan szakszerűen hangzik. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény, és az ezzel összefüggő eljárási szabályok módosítása. De ha tartalmát, ha valóságot nézzük, akkor fölösleges az ilyen kacifántos név. Ez a törvénymódosítás, ugyanis maga Lex Regis Szilárd bizony, ez a módosítás nem teszi sokszínűbbé a magyar civil életet, nem segít az állampolgárok alulról jövő kezdeményezéseit. Egy forinttal sem biztosít több forrást a fontos célokra, a hagyományőrzéstől a szociális munkán át a környezetvédelemig. Ez a törvény, tisztelt képviselőtársaim, egyetlen célt szolgál, hogy Németh Szilárd, csepeli fideszes politikus, helyi szövetségesei meg tudják kaparintani a csepeli munkásotthont a jelenlegi működtetőitől. Erre találták ki egy körmönfont jogi lehetőséget, és ezt akarják most törvénybe foglalni. Ezért és nem másért kerül be a törvénybe az a rendelkezés, hogy az alapítók halála vagy megszűnése után az alapító jogok a helyi önkormányzatra szálljanak, csepeli esetre például kiválóan adaptálható módon. Eddig, ha ilyen esetekben nem volt érvényes az alapítói rendelkezés, a kuratóriumok gyakorolták el jogokat. Ez nyilvánvalóan zavarta a csepeli Fideszt, akik inkább jogszabályt alkottak, hogy a fideszes többségű önkormányzat hatáskörébe kerüljön az alapítványi formában működő munkásotthon. Köszönöm a figyelmet!